Az MNT tájékoztatási tanácsosa elmondta, a vonatkozó törvény értelmében a nemzeti tanácsok intézményeket és gazdasági társaságokat alapíthatnak, illetve részben vagy egészben birtokolhatják a teljes egészében vagy túlnyomóan a nemzeti közösségek nyelvén tájékoztató médiumok alapítói jogát. Ha ezt bármi módon változtatják, csökkentik vagy megszüntetik, az a szerzett jogok csorbítását jelenteni, és ez a követelmény, ez a levélben foglalt álláspont egyenesen ezt irányozza elő, tehát a szerzett jogok csorbítását. Simon Erzsébet Zita hozzátette. Közszolgálati médiaszolgáltatást kell biztosítani a vajdasági magyar közösség számára. Ezt a készülő magyar média stratégiában is megfogalmazták. A közszolgálati médiaszolgáltatás hozzájárulhat a vajdasági magyar közösség önazonosság tudatának erősítéséhez, az összetartozás érzetének elmélyítéséhez, a történelmi, kulturális, nyelvi és vallási hagyományok megőrzését és ápolását, a közösségi élet minden területén elért eredmények tudatosítását és megőrzését, valamint lehetőség szerint fejlesztését, reprodukálását. Nem értem, kinek lehet bármilyen kifogása ez ellen. A levél írói szerint a jelenlegi törvény értelmében a nemzeti tanácsok monopól helyzetbe kerülnek, így pedig politikai pártok szócsövévé válhatnak. Az MNT tájékoztatási tanácsosa hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács több párti intézmény, így ez eleve elképzelhetetlen.